Tamás, mesélj nekem akkor erre a téli motorvásárlásról. Le van fagyva a számmal. Ráfagyja a takony az orromra, és akkor így... Komolyan már elfagyott a takony az orromra. Istenem. Na szóval, igazából ez a Bosch csinálta a motorpreppel a második epizódja. Igen. Most vettünk ismét télen egy motort. Igen. És kicsit felpimpelve, mint az Autókereskedők című műsorban, csak sokkal kisebb büdzséből, már nem tudok beszélni, mert a hangképző eszközeim is lefagytak. Tehát sokkal kisebb büdzséből próbálunk pénzt keresni azzal, hogy motort vettünk és eladunk. Mert a Patreon sajnos annyira nem megy, és mert a YouTube annyit nem fizet, és mert a YouTuber Csauró. Én is szeretném finanszírozni valamiből azt, amit csinálok. Aha, és akkor ebből szeretnéd. És akkor ebből szeretnék finanszírozni. Nézzük meg azt a motorfáját. Addig mutasd a motort, Csavi. Igen, Tomi bénázik, mert annyira hideg van. Nekem meg oda fagyott a kezem a telefonhoz. Az jó. Mi a véleményed erről a felrakóról? Megfagytunk. Minusz 10 fokban itt az Alpok végében. Szétfagyott még az is. De olyan faszak is motort vettünk. Amelyik a motor az kurva jó, meg tényleg ez az első alkalom, hogy idefelé nem tévedtünk el. Az de, anyám, de az nem, az nem, az sok, nem sok golfal jöttünk. Ja, mondjuk reggel volt egy kis... Befagyott az ajtó és nem nyírt sehogy se. De nem az ajtó fagyott be, hanem az összes ajtó. Ja. Yeah. Már még kibaszottunk volna szállni. A hátsók működtek, de hát ez meg úgy hogyan? Egy kicsit... Hogyan mondjam, a Monty Pythonos lett volna megérkezni. Monty Pythonos lett volna. Hazád megy el ordjait, tudod, és akkor kiugrunk az ablakon. Úgyhogy jöttünk az enyémmel. Vicces volt az is, hát mindegy. De egyébként tényleg, tehát elsőnek ide találtunk, úgyhogy ja. Ilyen még nem volt. Úgyhogy megvan a cím, ugye már az eddig még sose volt meg. Megvan a tulaj is, ugye már olyan is volt, hogy a tulaj nem volt meg. Úgyhogy... Tulajdonképpen eddig minden jó, most már csak haza kéne érnünk egybe, aztán akkor oké minden. Szóval tegyek egy GPS, hogy haza is érünk. Igen, tehát most igaz, hogy a telefonnal videózunk, de ahogyha megkérdezlek rá, akkor igen. Jó. Kapcsolod át a GPS-be, mert... Nem érünk haza, itt fogunk bolyongani örök életünkben az alapokban. Körülbelül, így nem fogunk itt a hegyek közül kiérni soha. Na srácok, most, hogy láthatok, hogy milyen faszán felpakoltuk az autót, az nem volt fölvéve ugyan, hogy én mínusz 10 fokon nekiálltam vele motorozgatni, hát kurva hideg volt, de most már itt van a műhelyben, azonban lett vele egy apró probléma. Ezt magamnak akartam megvenni, és miután mentem vele néhány kört itthon, egyszerre csak egy fémes klattyonás után elkezdett kelepelni valami a blokkjában. Szóval, ja, megszívtuk. Úgyhogy most neki fogunk állni, és széjjel fogjuk szedni, és hát meglátjuk, hogy hát mit találunk benne. Nem lesz annyira egyszerű sajnos ez sem. De előbb hallgassatok meg, hogy milyen hangja van. Jön egy kopogós hang erről az oldalról. És hát nem tudom, hogy ez most akkor vízpumpa vagy olajpumpa, ugyanis minden harmadik fordulatra jön ez a koppanás. Maga a blokk rendben van, nem kotyog se a főtenger, leúztuk róla a hengert, leúztunk róla mindent, nem kotyog, nem lögyög semmi. Hát a kettő közül valamelyik. Az olajpumpa és a vízpumpa közül valamelyik meg van dögölve, mivel az egyetlen, ami, illetve az a kettő, ami egy a három áttétele hajt le a főtenger, körülbelül egy a hárommal, nem teljesen pontos, de körülbelül három fordulatonként érezni egy kattyanást az egészbe. Úgyhogy most azt fogom csinálni, kiveszem az olajpumpát, illetve vannak a fogaskerekét, vagy az egész tengelyt, és beindítom úgy, hogy ha úgy nem kattog, akkor tök jó, mert akkor csak kikötöm belőle az olajzót, ledugasztalom a helyét, és megy tovább simán benzinolajzással. Ha a vízpumpa, akkor meg kell javítani, mert ugye ez a vízhűtéses blokk, az a vízpumpa nélkül nem igazán működik. Úgyhogy szedjük szét.
Hát ez nem olajpumpa. Ez nem. Gyerekek, egy enyhe hangja még mindig van, úgyhogy a következő, ami itt gondot okozhat, az a kuplung lesz. Hát most levesszük és megnézzük, hogy nincs-e benne egy törött rugó, vagy esetleg egy hibás lamella, vagy nem tudom. Tehát vakon tapogatózok, ez is egy olyan elsőre belemászunk a dolgokba, meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, nekem lesz egy jó motorom ebből a kis vasból. Úgyhogy kapjuk szét a kuplungot. Szedve a cucc. Ami kopogást hallatott, az ez. Nem tudom, hogy halljátok-e. Szerintem nem. Van egy kis oldalirányú kotyogása ennek a tengelynek. Minimális. Hát srácok, a jelenlegi állás a derbivel az, hogy néhány célszerszámot kéne vennem ahhoz, hogy normálisan megcsináljam a blokkját. Legalább két váltó csapágy a kuka, mint itt látszik ez. Most nem tudom jól megmutatni. Sajnos a váltóval mind a két tengely kotyog, úgyhogy onnan jön ez a kelepelő, kattogó hang. Szét kéne húzni a blokkját, én meg ezt nem fogom most megcsinálni, úgyhogy a blokk el lesz adva. Valamint el lesz adva a kipufogó, el lesz adva a hűtés, el lesz adva a karburátor, és minden, ami a benzines motornak a sajátja. Hát én neki lehet találni, hogy nem gőzmotor lesz benne, hanem villanymotor, ugyanis itt van ez a rengeteg akkumulátor ebben a nagy kupacba. Ezek már a feltöltött jónak tűnő cellák, ezek a feltöltött nem túl jónak tűnő cellák. Itt egy távirányító. Plusz van még ide mit belepakolni. Bizony, ezek itt mind laptop akkumulátorok. És van itt egy 1,5 kW-os generátorom, amit egy kicsit mókolással, és ha meg nem mondom, hogy hova raktam, ide raktam, és ezzel a 1,5 kW-os motorvezérlővel bele fogjuk monyákolni abba. Úgyhogy igen, a derbiből villanymotor lesz, mert a faszom a benzinmotorba. Egyszerűen engem szivat. Szóval ez van, nem akarok célszerszámot venni ahhoz, hogy normálisan szét tudjam szedni és össze tudjam rakni azt a blokkot, ezért inkább megyek tovább villanyos vonalon, és megcsináljuk ezt a kis generátort villanymotornak, megcsináljuk hozzá a vezérlést, és hát meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni belőle, aztán, hogyha ígéretes a dolog, akkor veszek egy nagyobb generátort, mondjuk egy teherautóról, az nem kerül még olyan nagyon sokba bontóból, és hát megküldjük azzal. Jó lesz ez, jó lesz ez. De előbb ki kéne belőle szedni mindent, ami a benzinmotornak a sajátja. Hát ez ki lett pucolva, mint annak rendje.
Igen, mi jól látjátok, egész jó hely van benne, tehát faszán elfér körülbelül itt a motor, ezen a részen. Ide tudunk pakolni akkumulátort, sőt, egyébként, hogyha levágnám ezt a vázelemet innen a francba, akkor egy kicsikét futurisztikusabban nézne ki a motor, és ha még ezt ki is tudnám mondani, ez tök jó lenne. Az akkumulátor elfér itt a tank belsejében, a vezérlőnek is lenne helye itt hátul a burkolatok alatt. Igazából egész korrekt hely van benne, itt alul kéne megcsinálni valami jó burkolattal, hogy ne nézzen ki szarul, de egyőre annak is örülnék, hogyha ez szépen működne. Kármentés címszóval meg fogjuk és eladjuk ezeket a blokk darabokat. Ez egy komplett blokk igazából, főtengelye is nagyon jó. Sokkal jobban ment ez a motor, mint a Rio, tehát tényleg kár érte. De én nekem most se időm, se energiám, se kedvem megcsinálni. Meg szerszámom sincs hozzá, úgyhogy ja, még le kell szednem még a hátsó dobot, és akkor ez itt mind eladó, ez kivéve az ülés persze. Ennyi. Még lejön a kipufogója. Onnan bentről. Az.